Mit? Igen. Akkor itt is meg tudnád csinálni? Bízom benne. Nem. Mert szerintem igen. Olyan nincs. Hát Kalocsa és Budapest között 150 kilométer alatt megváltozik a levegő koncentrációja, hogy egyik helyen meg tudom csinálni, másik helyen, fú, itt valami van a levegőben, mi? Hát igen, igen, megijedek, mondjuk így inkább. De az más, de viszont, hogyha megijedek, akkor meg kérjek tanácsot. Igen, de kitől? Azért jöttem önhöz? A férjemtől mondjuk az adott helyzetben. Vagy a gyerekemtől akár kezdetben. Mert bizonyos dolgokat ő tud jobban, hogy mi, hol, akár olcsóbb. Igen. Barátnők, emberek. Igen, igen. Nem tud tanácsot kérni, mi? Hát szégyeltem. Szégyeltem. De miért? Nem tudom. Azért, mert hogy semmit nem tudok. Ennyire kiestem a... De 8 év az olyan, egy óriási idő. Olyan, egy paradicsomházba lettem volna, és akkor kidobtak. De az utóbbi 8 évben rengeteget változott sok minden. Így van, tehát ez olyan, mint egy burokból kiestem volna. Pontosan. Éppen ezért ilyenkor kezdetben azokra az emberekre lehet számítani, akik körülöttem vannak. Nagyon fontos ezeket az embereket megbecsülni. Akár a férjemtől elkezdve a barátaimig is. Hogyha ezek megvannak, akkor ez adnak egy olyan hálót, mint benne a kórház, bent a börtönben. Igen, igen. Ugyanaz. Igen. Csak viszont ez egy más jellegű, lazább, de mindenképpen egy háló. Biztos igaz. A munkahelyen a konfliktusokat, ahol lehet, a múltammal kapcsolatosan, hogyha rákérdeznek, igenis felvállalni, ezt mondani, végülis a főnök tudja. Így van, nagyon korrekt, tisztelem ezért. Különösképpen figyelni arra, hogy a munkámat maximálisan ellássam, hogy abban lehetőség szerint hiba ne legyen, de hogyha hibázok... Akkor elismerem. Igen, elismerem, és törekedni rá, hogy ez a hiba ne történjék meg. Igen, mert nálam jobban nézik. Tehát munka. Tanácskérés a hozzátartozóktól, barátoktól, családtól, és harmadik nagyon fontos. Gyerekek bizalma. Hát ez egy kényes dolog. Na most. Ennek magától kell jönnie, mert... Na most a gyerekek bizalmának a visszaszerzése csak is idő. Idő és következetes kemény meló. Doktor, én azzal is számoltam, hogy nem nyerem vissza a bizalmukat, de akkor is megadok nekik mindent, amit tudok. Olyan nincs. Tehát... Tudja, én azt látom, hogy a becsületes munka mindig kifizetődik. Igen. Ilyen téren. Örülök. Ilyen téren különösképpen. Mert hogyha én elkezdem jól érezni magam a bőrömbe, elkezdek hinni magamban, mert bevállaltam a munkahelyemen önmagamat, a múltamat, a sikerélményeimet, a kudarc élményeimet, ad egy tartást. Igen. És ha ad egy tartást, előbb-utóbb a gyerekeim elkezdenek odafordulni hozzám tanácsért. Értem. De ha valaki türelmetlenkedik, és siettetné az időt, csak ne felejts el, hogy 9 év az 9 év. Igen. Hogyha majd úgy dönt, hogy ez a családot elkezdi összeegeszteni, vagy ezt majd az idő megmutatja, igen, hogy mi lesz. Igen. De viszont nagyon fontos, hogy ön tegyen meg mindent, türelmesen, lassan, lépésről lépésre, és elfogadni azt, hogy a gyerekeknek a bizalmatlansága lassan oldódik. De oldódik. Igen. Bízunk benne, hogy így lesz. De ez csak úgy oldhatja meg, hogyha elkezd saját magába hinni, hogy talpra áll. Ha meg nem, akkor... Csináljon megint valami balhét. És akkor vissza. De előtte búcsúzzon el a gyerekeitől is. Igen. Hogy mától nincsen anyátok. Igen. Mert anyátok ezt fogja csinálni halálig. Na, hát erről szó se lett. Dehogy nem. Hát vágyódjon vissza akkor a kaptárba. Azt mondták nekem, hogy ez nem betegség, ez a visszavágyódás, hanem a megszokottság volt. Ez persze. A sok hosszú év. Persze. Mert kérdeztem egy nagyon kedves barátomat, aki pszichológiát tanul, és akkor mondta, hogy ez
nem betegség. És jól esett, mert akkor már megörültem, hogy nem ért olyasmi, ami... Hát ért, de ez nem egy ilyen nyomos. Hát köszönöm szépen, doktor úr. Az a helyzet, tudja, így összefoglalva, én azt látom, hogy jó úton halad. Meg kell, hogy mondjam. Köszönöm szépen. Örülök, hogy ezt mondja. Nagyon. Törekszik arra, hogy mindenképpen legális munkahely legyen, sőt, ez egy olyan munkahely, mint ahol mondtam, a múltban elkövetett dolgaimért valahol még van egy rendszer. Egyelőre ott van a család, a gyerekek, de a türelmetlen ember soha nem fogja gyorsan megszerezni a fontos dolgokat. Itt a fontos dolgok a gyerekeknek a szeretete és bizalma. Hát, így van. Gyorsan ez nem fog menni. Értem. De a legfontosabb, hogyha a saját tetteiért, a jóért is, és a rossz akartért is fel tudja vállalni a felelősséget. Csak így tudom újra folytatni, újra kezdeni azt, amit elképzeltem. Tehát most építek egy új világot. Tisztán, tehát maximálisan. Lett volna lehetőségem, doktor úr, ezt szeretném ezt azért mondani magának, hogy amikor kijöttem, azért vannak kapcsolatok mindenfajta, ilyen múlttal főleg, és rengeteg ajánlatot kaptam, mocskos pénz ajánlat, és nem értem vele. Egyszer undorodtam. Tudja, a lehető legfontosabb, hogy az ember nyugodt lelkiismerettel tudjon aludni. Az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy olyan embereknek is szükséges megadni a szanszot, akik elkövettek egykor valamit, de szeretnének egy másféle életet élni. Az illető 38 éves hölgy felvállalta és bevállalta, és szeretne magának egy új világot építeni. És ön bevállalja? Igen. Igen vagy nem? Nem lehet úgy kezelni ezt a témakört, hogy elkenjük. Tehát nem lehet. Ez vagy őszintén, vagy sehogy. Azért jöttem hozzá. És aki holnap jön, a szerencsejáték függő férfi, akinek minden pénze rámegy szenvedélyére. Elégedett saját magával. Akkor minek jött el ide? Ha ön is szívesen jelentkezne a műsorba, hogy problémájáról dr. Csernussal beszéljen, hívja a 061-413-0873-as telefonszámot. Ne vállalja? Igen vagy nem?